van az udvar. Itt van az udvar. Állatok vannak. Ja, ezt igen, ezt most hoztok. Igen, ezt a kis részét. Összeraktátok? Nagyon jó. Nagyon jó. Na, így néz ki kívülről Csilla a ez a ház. Ez a lakás a falujé. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy befektetés kellett ahhoz, hogy újra ki legyen megfelelve. A tetőzet azt látom, az most van. Esetbe egy magyarázat az anyuka. Szia Csilla, mutatom a lakást, úgyhogy innen kezdem az ajtó, itt a bejáratom. Jó, tehát itt a bejárat, és akkor itt van a szoba. Itt vannak a gyermekek, és így néz ki, ekkora szoba. Tehát itt beton. Ebben az ágyban Krisztián. Úgyhogy így se szőnyeg, így néz ki. Úgyhogy így néz ki az ablak. Tehát, hogyha ne lennének azok a falvédők, akkor rendesen a szomszédba át lehetne látni. Úgyhogy így néz ki az a konyha rész. Úgyhogy... kell hozni, jó? Elmondod a nevedet neki? Elmondod a nevedet? Jó. Tetszik, amit kaptál? Jó. Abba is ruha van, jó? Tehát van játék. Itt rengeteg játék van még gyerekek. Jó? Ebben a dobozban. Ugye, hogy szép előtti. De vicces vagy. Saját magát felrakoztam. Csak az nagy. Nem tudok, még nem tudok. Elmondod a neved? Miki. Biztos? Iskolába jársz. Hányadikos vagy? Elsős. Elsős vagy. Melyik a kedvenc állatod? De mindjárt is. Jó, szépen, szépen. Szeretitek az állatok, a gyermekek? Igen. Igen? Van a gyerek is. Jó, ő is játszani akar talán a játékkal, lássátok? Elmondjátok a neveteket. Még egyszer. Igen. Téged? Dénes. Jó, Dénes? Jó, téged? Kicsit szégyenes, ugye? Az Orsika, az Orsika.